22. világranglista helyezettet fogad ma az 53., azaz Magyarország-Kosztarika évzáró válogatott labdarúgó mérkőzés a VB-re kijutott. A hétvégén Spanyolországban viszont kitömött közép-amerikaiakkal, latolgatás és személyes kérdések a Budafokról távozott korábbi FTC edző Bruckner Lászlóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor megegyeztetek a távozásodban, a Budafok elnöke indokként azt mondta, hogy mindkét fél elégedetlen volt az előző hetekkel. A magyar futballban a türelem általában hetekben mérhető? Tehát nem szeretném kommentálni a dolgokat, mert eddig sem tettem az elmúlt időszakban. Én igen, azt gondolom, hogy hetekben mérhető, úgyhogy ez egy elég nagy probléma. Az utóbbi évtizedek azok tönkretették a magyar edzők szakmai és emberi kompetenciáját is. Én azt gondolom, hogy természetesen mi is tehetünk róla, de ez egy nem jó út, hogy sportvezetők, média ennyire rászállt a magyar edzőkre, és egyértelműen csak az edzőket jelöli meg bűnbaknak, mert hát én tapasztalatom szerint ott tartunk, hogy nem csak NB1-be vagy NB2-t, tehát nem csak a profi edzőket, hanem már az utánpótlás edzők kollégáknak, akik már fiatalok és jól felkészültek, azoknak is megkérdőjelezik a kompetenciáját, és mindenki veszi magának a bátorságot arra, hogy beleszóljon a munkában. Hát igen, gyakorlatilag, tehát akkor ezt lehet megélni a magyar futball minden szintjén, azt mondod most, és, igen, igen, és a legkönnyebben elmozdítható bábú. Hát egyébként is persze az edzőt könnyebb cserélni, mint a játékos keretet, de hát azért látunk ellenpéldákat is néha, de még könnyebb és ingatagabbá vált, könnyebben elpusztíthatóvá vált a magyar edző, azt mondod. Igen, látszik, hogy tehát nincs eredmény a magyar futballban, ez tény és való, nincs is miről azt gondolom vitatkozni. De összességében azt hiszem, hogy ez egy olyan szakma, ami hihetetlen széles tudást igényel az élet különböző területeiről, és attól, hogy a tulajdonosok nagy részének gazdasági érdeke azt kívánja, hogy minél előbb eredmény legyen, ettől még a csapatépítésének a pszichológiáját nem lehet fölgyorsítani, mert emberek vagyunk. Emberek voltak 20-30-40 évvel ezelőtt is, akik játszottak, meg most is azok vannak. És ugye akkor, ha kicsit visszagondolsz rá, akkor mondjuk 70-es, 80-es azt mondták, hogy 2-3 év kell egy csapat kialakításához. Ma azt mondják, hogy nincsen 3 meccset se. Tehát nincsen 3 meccset se, és vagy eltalálod az éppen kezdő csapatot, vagy nem. Ugye az összes többi labdajátékban folyamatosan lehet cserélni. Ugye most már kézilabda, jégkorong, vízilabda, mindenhol folyamatosan lehet cserélni. Tehát semmelyik másik sportágban nem fontos annyira, hogy hogyan találod a kezdő csapatot, mint a futballban. Szerinted egyébként ez hosszú távon is meg fog maradni a futballban? Én azt hiszem, hogy én már öreg ember vagyok, és a futballt azt tartja szerintem a sportok között még mindig a csúcson. Az elsők között, igen, vagy a csúcson, fogalmazunk így, hogy a szabályai állandóak, ilyen szempontból kiszámítható, van benne egy állandóság, és mégis ezek a szabályok, a pályaméret, a játékosok száma, és így tovább teljesen kiszámíthatatlanná teszi a másik oldalon, mert egy kis csapat is megverhet egy nagyot. Nincsen másik olyan labdajáték, amelyikbe ez előfordulhat. Hát egy kis csapat is megverhet egy nagyot. Nem párhuzamként hozom ezt a luxemburgi mérkőzést, és azért nem arról beszélünk, hogy egy kis csapat vert meg egy nagyot, hanem egy kis csapat vert meg egy középkicsit vagy kis közepet. Van magyarázat erre a mérkőzésre? Nem hiszem, hogy én vagyok a legfőbb illetékes arra, hogy a magyar válogatott teljesítményét hát értékeljem. Talán annyit, hogy ugye van olyan rádió, ahol én vagyok a szakkommentátor egy-egy ilyen válogatott meccsen a hazain, például mai is, és hát nehéz néha magyarázatot találni, de én azt mondom, hogy a tavalyi Európa-bajnoki sikernek is az öltözői kohézió volt a legfőbb kiváltója, és most én azt látom, hogy ez az öltözői kohézió, ez az egységes öltöző, ez az erős öltöző, amit még egyszer a játékosok közötti kohézióról beszélek, ez nincs meg. Nincsenek meg azok a vezéregyéniségek, akik tavaly megvoltak, ők ugye a bajták. Igen, ezt akarom mondani, az öltözői kohézióhoz szükséges néhány olyan kiemelkedő játékos, aki vagy a tudásával, vagy a szellemiségével, az akaraterejével, meg a fegyelmével kovácsolja össze a társaságot, igaz? Igen, nagyon sok szituáció hozzájárult ahhoz, hogy az a csapat tavaly úgy menetelt, ahogy menetelt.
Gondolok itt a Norvégia, első Norvégia meccs előtti történésekről, a sajnálatos halálesetről, ami akkor egy olyan eufóliát okozott. Aztán ahogy a Dárdai összerakta azt a csapatot, azokat a játékosokat vette elsősorban maga mellé, a magba, akikkel kettőt jó ismert, és még talán játékostársai is voltak, és ez elvitte a csapatot. Tehát azoknak a játékosoknak megvolt az a szakmai respektjük, amivel a többieket magukkal tudták ragadni. Most én nem látom ezt, de még egyszer mondom, kívülálló vagyok olyan szempontból, hogy ugye nem vagyok pontosan informálva minden dologról. Van-e ebben, lehet ebben generációs probléma? Kifutott egy olyan társaság, olyan nevek, akik tényleg nagy alázattal végfutballozták, és komoly klubokban is nagyon komoly profiként az életüket. Ugye most az EB csapatról beszéltünk, és sokszor szoktunk a fiatalok, vagy legalábbis rákérdezek a fiatalokra, akaraterő, célorientáltság, koncentráció, és még egy másik fontos kérdés. Pátyolgatás vagy követelmény? Először adunk és aztán kérünk, vagy először kérünk és aztán adunk fokozatosan? Megint csak magánvéleményem, de hát azért egy pár évet már eltöltöttem, talán most már lehet magánvéleményem is. Nincsen állandóság a magyar futballban, nem vagyunk képesek kompromisszumokat kötni, nem vagyunk képesek egymást tiszteletbe tartani, nem vagyunk képesek egy asztalhoz leülni. És ennek ez a következménye, hogy teljesítmény nélküli futball, vagy következmények nélküli futball van. Tehát mindenkire nézve következmények nélküli, kivéve talán az edzők, ezt kicsit zárójelbe teszem. És nekem van egy veszőparipám, hogy azzal, hogy ilyen nagyot változott a világ a Bosman szabály óta, azóta az edzőknek a szerepe lényegesen megváltozott. Megint visszautalnék 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy milyen tekintélye volt egy-egy edzőnek. Állandóak voltak a csapatok, ma fél évenként kicserélődik a csapatok nagy része. És a fiatal játékosokról, mert ugye arra kérdeztél rá, egyértelműen értékrendvesztésben vannak, mert nem a teljesítményük alapján játszanak, nem azért, mert szabályok ezt követelik meg, vagy azért, mert támogatást kapnak a klub tulajdonosok a fiatal játékosok szerepeltetéséért. Egy fiatal játékosnak ki kell tudni harcolni. Nem azért visznek el az esetek nagy többségében egy fiatal játékost egy magasabb osztályba, vagy egy jobb klubba, mert azt feltétlenül kiharcolta magának, hanem azért, mert mondjuk a menedzserének jobb a kommunikációs készsége, vagy jobb a kapcsolati tőkéje, és így tovább is. Nem mondom, hogy ez általános, de gyakori. Rengeteg példát tudnék rá mondani, ugye erre is nincs idő, és egyértelműen értékrendvesztés van, és én kép zavara van ezeknek a játékosoknak. Gondold végig, hogy az, akinek 18 éves korában az ifjú után egyből MB2-es kezdőcsapatba kell játszani. Hát itt jön, bocsáss meg, azért vágok közben, mert én is erre gondoltam, amire most rátapintottál, amikor kvóta fiatalok vannak, az sajnos oda vezethet, és ugye, mivel ez a szisztémában és a rendszerben van, jó szándékúnak tűnik, de mintha több kárt okozna, nem? Én szakmailag úgy ítélem meg, sok Kaposváron, ahol voltam szintén ugye egy pár évet, nagyon sok fiatal játékost építettünk be, gondolok a szakályokra, a Nikolistól kezdve, a fiatal Olára, vagy a fiatal Alvezre, vagy hadd ne soroljam, sok Mátépet és sokat. 16 saját nevelésével jutottunk föl. Tehát én tudom, hogy tudom, hogy miről beszélek. Akkor, amikor most egy MB2-es csapatot úgy kell kezdeni, hogy beteszed a két fiatalt, és ahhoz alakítod az összes többit, azt gondolom, hogy ez nincsen rendjén. Tehát az, hogy amatőr osztályokban ez lehet, az rendben van. Egy fiatalnak ki kell tudni harcolni magának azt a meszt. Ők azt hiszik, hogy kiharcolták maguknak ezt a meszt, holott ez nem így van, és amikor jön a következő évi kvóta, akkor kikerülnek a csapatból, és mind anyagilag, mind mentálisan, mind morálisan szétesnek, ha éppen váltás van, mert egy másik fiatalnak kell játszani. Úgyhogy ez egy nagyon komoly téma, és ez egy sokkal komolyabb párbeszédet igényelne, a szakma képviselői között, meg a tulajdonosi képviselők között, mind azt, hogy ezt így egy csettintéssel elintézzük. Egyetértünk, azt mondnak, hogy szerinted, és itt most csak a kosztarikai meccsnek olyan nagy jelentősége nincsen, valamit látni fogunk, valami történik. A nagyobb kérdés számomra az, hogy egy, ha bár igen tapasztal, de mégiscsak egy belga fecske csinál-e nyarat? Nem. Nekem ez meggyőződésem. Ugye sok
sok kritikát kaptam, hogy a Storkúra kapcsolatban voltak karizmatikus véleményeim. Én azt gondolom, hogy megint egy asztalhoz kell lenni. Talán a megítélése az új szövetségi kapitánynak az én részemre egy picit más, mert másképp állt hozzá Magyarországhoz, vagy a magyar edzőköz, vagy egyáltalán a magyar szakmához. Míg a Storck úr az elutasította a kapásból, addig ő egy párbeszédet kezdeményezett. Én sok sikert kívánok neki, de azt hiszem, hogy azon fog múlni, hogy a játékosok, vagy a mostani válogatottat körülvevő közeg az mennyire fog pozitívan hozzáállni, és mennyire lesz segítőkész mondjuk az új kapitánynak. És még azt mondják, hogy ha ránézünk erre a mostani keretre, és persze lehet beszélgetni arról, hogy ez vagy az kimaradt, vagy helye lenne a válogatottba, de amikor azt mondjuk, hogy válogatott szintű magyar labdarúgók, akkor hány garnitúránk van? Visszatekintünk a történelembe, akkor volt C válogatott, az 50-es, 60-as években, meg B válogatott, meg A válogatott, és mindegyik tudott ilyen nemzetközi meccseket játszani. Most idézőjelben mondom, de a B válogatott is játszott nemzetközi meccseket. Én azt látom most, hogy tényleg új csapatot kell építeni. Tehát tényleg új csapatot kell építeni, és ki kell tartani amellett a 25-30-35 játékos mellett, akit a kapitány kiválaszt, és ez alatt az egy év alatt a lehető legtöbb alkalmat meg kell ragadni arra, hogy egy-egy napra is, de tudjanak gyakorolni, és még egyszer mondom, ki kell tartani, és azt kell figyelembe venni szerintem, hogy csapategységet lehessen kovácsolni, és az a 25-30 játékos az megtegyen mindent a címeres mezérés önmagáért. Hogyha a saját egójukat és a saját egyéni karrierüket mellé tudják rendelni a válogatottnak, vagy fordítva, ugye ez mindig egy kérdés, hogy melyik van előbb, de én azt hiszem, hogyha egy játékos a saját önbecsülésének, az egójának megfelelően játszik és akar, akkor az úgy megjelenik a címeres mez alatt a szívébe is, és akkor ez így rendben van. Tehát az csak úgy, hogy csókolgatom a címeres mezt, azt gondolom, hogy az nem megy. Tehát kell, hogy legyen olyan egyéni belső motiváció, ami a saját karrierjét viszi előre, és ezen keresztül a válogatottat viszi előre. Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget.